Hát ez a tető majdnem kész van, és a tulajdonos az utolsó pillanatban mégis úgy érezte, hogy jó lenne ezt egy szakembernek megmutatni, és azt gondolom, hogy a képeket látva, láthatjátok ti is, hogy nem alaptalan. Eleve a szerkesztési rendje is furcsa ennek a tetőnek, hiszen viszonylag kis fákkal egy elég érdekes konstrukciót hoztak össze, látható, hogy a szarufák, a székosztopok és gerendák semmilyen fajta rendben nem, tart, nem csatlakoznak és nem rendeződnek össze, és ami még érdekesebb, hogy itt kapott a tetőszerkezet egy festést a helyszínen, azonban utána valami oknál fogva rá kellett emeljen a kivitelező, és itt látható, hogy megnyitotta ezeket a fakötéseket, és kis picike fa darabkákat bütykölt alá, és így egyből megmutatta ez a festett gerendázat, hogy itt bizony valami nem stimmel. Hát a gerenda vég kialakítása, hogy ronda, az nem kérdés, de alapvetően nem és ennek a vizsgálatnak a tárgya. Ami a nagyon durva, hogy ezek a fiók gerendák, amik csatlakoznak itt ehhez a talpszelemenhez, semmilyen fajta fakötéssel nem rögzülnek, egyetlen egy szerkezetépítő csavart kaptak. De ha lent csodálkoztunk, akkor fent is fogunk, hiszen van egy hatalmas fedélszék, ami egy derékszelemennel alá van támasztva, és ez éppen hogy csak kommunikál a túlsó oldallal, hiszen nagy ritkán van egy-egy fogópár, de jól látjátok, teljesen függetlenül a székoszlopoktól. Ez itt már egy kicsit szakmai, ez a történet. Nehéz laikusoknak ezt jól megmutatni, hogy mit hibáztak el, de például itt, ahol van ez a székoszlop, ott kellene lennie egy fogópárnak. És ha tovább nézegetjük, akkor egyre nagyobbakat csodálkozunk, hiszen a szarufák is igen távol vannak, majd erre konkrét méréseket fogunk mutatni. És a másik, ami szintén elég érdekes, hogy igen kis fakeresztmetszeteket használtak az alátámasztó rendszerhez, jellemzően egy ekkora tetőnél ez már mindig 15-15-ös gerendákból épült, itt viszont 12 cm-es fagerendákból készült a derékszelemen is, talpszelemen is és mindenfajta teherhordó szerkezet és jól látjátok, hogy a két oldal az jóformán nincs is egymáshoz kitámasztva, tehát így aztán a derék szelemen az sem sokat ér. Itt jól látszik a képen, hogy vannak oszlopok, viszont nincsenek könnyökkel kitámasztva. Teljesen véletlenszerű, egyik ki van támasztva, a másik nincs. Ez nem csak alátámasztást, hanem merevséget is ad a tetőnek, és így aztán ezt elég nagy botorság kihagyni. Jól látszik, hogy elég nagyok a szarufaközök, hát a fakötésekről ne is beszéljünk, mert itt aztán van, ahol centiméteres hézag van, itt ez a műszerecske mutatja, hogy 10 mm is van akár a két fa elem között, ami természetesen nincsen összecsavarozva, itt-ott raktak bele szerkezetépítő csavart, hát ugye ami messze nem alkalmas arra, hogy véletlenszerű módon összeerősítsünk vele egy tetőt. A meglevő faszerkezetre ilyen kis darab fákkal tették fel a talpszelement, ékelgették, alátámaszgatták, szintezgették, és a baj, hogy ez így is maradt. Tehát megfelelő alátámasztásokat kellett volna ide berakni, mert az lehet, hogy építés közben alátámasztásként ez ide bekerül, de ez itt is maradt, és ez teherviselő elemként van itt, és hát jó esetben egyetlen szerkezetépítő csavarra bízták annak a talpszelemennek a lefordulását, hiszen a nem megfelelően kimerevített tető az előbb-utóbb ide egy forgatónyomatékot fog tenni. És hát ez a csúcs, ez a toldás, amikor a derék nem jött ki, át lehet látni a fakötések között, és egy ilyen fa elemmel toldotta meg a derék szelemen. Hát én azt gondolom, hogy ez, ez a csúcs ezen a tetőn. Én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy milyen tartó elképzelései voltak annak, aki ezt a dzsengát itt így összerakta, mert nevezhetjük annak is. Hát látszik a kikönyökölés is, hogy teljesen véletlenszerű, raktak bal oldalra egy ilyet, jobb oldalra egy amolyat, nem mintha ez nem működne, de azt igazolja, és azt a feltevésemet támasztja alá, hogy ez teljesen véletlenszerűen épült ez az egész tetőszerkezet, ahogy éppen sikerült, tisztességes zsinórpad nélkül, mert hogyha az készült volna, akkor ez nyilván nem így nézne ki, a fakötésekkel volt egy érdekes viszonya a kivitelezőnek, itt jól látszik, hogy a kezem befér a résbe, ilyen kis fadarabkákkal alátámozgatta, hát ez a próbálgatásos megoldás, amikor valahogy megpróbálja összeszabni a különböző fa csatlakozásokat, és így aztán ebből ez lesz. Hát nem szép. És ez nyilván... Hogyha így megy az egész épületen, illetve az egész tetőn, akkor abból semmi jó nem fog származni. És itt az igazolása az előzőnek, csak próbálkozásról beszélhetünk, hiszen egy elszarufát megtoldott, hát igazából a legkisebb hozzáértés nélkül nem sikerült a szabás, különféle fadarabokat belepótolt oldalról, kiegészíti, meghevederezi. Nagyon csúnya, és hát mondhatnám azt, hogy ez egy kontár munka, hiszen egy hozzáértő mesterember ilyet nem csinál, és amint látni fogjátok a következő pillanatban, a kezemet be tudom dugni a résbe. Hát ez marha rondán néz ki. És a még fájdalmasabb az, hogy ezt gyakorlatilag két födémgerendára támasztja le, ki tudja milyen állapotúak ezek a régi födémgerendák, és pont az élszarufa, ahol a legnagyobb terhelés van, azt teszi rá itt is teljesen változó fákat alkalmazott, és itt is aztán nem sikerült a fakötés, pedig erőlködött vele, végül aztán a gerendát vágta el, egy toldást is beletett. Egyébként nem tette rossz helyre, mert itt mondjuk éppen lehetne toldani, de ez az ocsmány fűrészelési munka, amit elő lett adva, kis fadarabkával illeszgetve, az nagyon csúnya. Aztán a fóliázás az egy másik történet, a fóliának olyannak kellene lennie, hogy a vizet nem engedi át, itt csak nagyon csúnyán át lett lukasztva, mutattam, hogy fölötte nincs vízelvezető csatorna, ahogy azt minden egyes tető tanuljuk, és hát természetesen egy csomó sérülés, ez ugyanis egy befejezett munka, tehát itt már nem lenne szabad ilyen fólia hibákat látnunk, és ami a másik nagy hiányosság, hogy a tarégerincben nincs kiszellőzés, tehát itt meg fog szorulni a párás levegő, és a szél nem fogja tudni átöblíteni a tetőt. Hiába pára áteresztő a fólia, meg tud szorulni fönt a párás levegő, és ez át kell, hogy nyomja a szél. Ugye egyetlen egy átmenő menetes szárat se láttunk ebben a hatalmas tetőben, néhány fogópár van, és az is egy-egy szerkezetépítő csavarral van rögzítve. Úgyhogy úgy ránézésre akár jó is lehetne ez a tető, itt látható, hogy a régi fagerendát az új tetőgerendával nem erősítették össze, nem baj az, hogy bent maradt a régi, de megbomlik a szerkezeti rend. Itt is azt látjuk, hogy a régi tetőszerkezetre rátámasztott, többé-kevésbé aláékelt, de semmiképpen sem következetesen gondolkozott a kivitelező. Itt azt kellene látnunk, és azt próbálom nektek megmutatni, hogy ahol ez az Y alakú fa van, ez a szék oszlop, a két könyökkel, itt mindenhol kellene lennie egy megfelelő fogópárnak, és pont az oszlop fölött kellene lennie a szarufának, hogy egy szakszerű alátámasztásról beszélhessünk, ami két oldalra megfelelően kitámasztja a tetőt, és ennek kb. 4 méterenként kellene lennie. Tehát gyakorlatilag szinte minden székoszlopnál lehetne egy megfelelő fogópár, akkor már azt mondanám, hogy ez egész jó. Na itt az, az amit megmérek nektek, hogy a... A szarufáknak a távolsága 1 méter fölött van, egész pontosan 102,5 centi. A szarufának a bal oldalától a bal oldaláig mértem, óriási távolság, 85 lehetne a maximum. És itt látható a szerkezetépítő csavar, ami nem rossz, de kevés és nem elégséges itt. Ebben a szerkezetben rákerül a hó, jön a szél és majd az igazságot tesz. Teljesen véletlenszerűen épülgetett fel ez a tető. A tető építésnek a rendje és a, a metodikája abszolút nem állt össze annak, aki ezt csinálta sajnálatos módon. És itt látható, hogy van egy székoszlopsor alatt a kicsike oszlop darabkákkal alátámasztva, ki tudja mire támaszt, nem rossz egyébként, még egyszer mondom, hogy a régi, födém szerkezet megmaradt, arra rá lehetett volna szakszerűen építeni, de nem így. Hát ez az oszlopon való toldás sem jött össze, hiszen így pont nem megfelelő az alátámasztás itt, és mindjárt mutatom nektek, hogy ott azt az oszlop, és annak oda kellett volna kerülni, ha ott lenne, ahol most éppen mutatom, és mondjuk ez egy ferdelapolás lenne, akkor ez csodálatos lett volna. És ahogy nézzük tovább, mindig tud újabb meglepetéseket szerezni nekünk. Ez a jó ember, aki ezt készítette, itt mutatom éppen az alátámasztásokat, és például ezt a szelemen gerendát, amit itt végig futtatott, ezt egyetlen colos deszkával támasztja alá, majd pedig egy-egy szerkezetépítő csavarral föntről lefűzi, anélkül, hogy megfelelően összevágta volna. Tehát én azt gondolom, hogy egy képzett, hozzáértő szakember ilyet nem csinál. Centiméternél nagyobb, majdnem két centiméteres rés van itt. Ezek a csavarok sem alkalmasak egy ilyen irányú terhelésre. Össze kellett volna lapolni, meg kellett volna hevederezni, és akkor ez jó lenne. Hát, megnézzük itt a fakötésben a rést. Gyakorlatilag 6-7 mm mélységű e, nyílás van, ezt sokkal pontosabban és precízebben össze lehetett volna szabni. És megint csak ugye a szarufa, az nem az oszlop fölött van, hanem attól rép került. És hát amiről beszélek, ezért tántorgok itt, e, egy abszolút nem biztonságos munkaterület, ezt így nem lehet volna szabad itt hagyni, sem az építés idejére, sem pedig e, utána ezen nem lehet normális munkát végezni, hogy itt szögdécselnek az emberek, mint a verebek, de hát ezen kísérletesnek Na itt egy újabb érdekes toldás, itt már került egy plusz csavar, de az összeszabás szintén nem sikerült a kezem, belefér egy kisebb kutya, belefekszik a résbe, és egy korhatag létszer van aláékelve. Lehet ékelni, de oda illik vagy egy szépen fűrészelt éket, vagy keményfa tenni, hogyha olyan helyről beszélünk, itt is mindenféle dirib darab fákkal ékelt, véletlen csavarozott, be sem tudta hajtani a csavart, véletlenül nem is megfelelő az a gép, amivel ezt megpróbálta csinálni. Itt azt láthatjuk, hogy hullámzik a derékszelemen, amit talán a kamera kevésbé ad vissza, de a valóságban a szemmel látható volt, hogy teljes mértékben hullámzott a, a és milyen lesz ez később, hogyha most Ilyen, hát itt látható a tető, egészében bármennyire is hasonlít egy tetőhöz, ez sajnos bontás lesz, hiszen alapvetően kis fa gondolkozik, rossz szerkesztési rendel, és a fakötések is nem alkalmasak arra, hogy hosszú távon e, itt erőt és terheket e, adjanak át, amint látható itt is egy hatalmas rés, átmenő csavar nincs, és igazából ez utólagos megerősítgetésekkel sem lesz jobb. És akkor nézzük lentről, készült itt egy terasz kiegészítés, gyakorlatilag erre épül rá a tető, egy óriási nagy átlós 45 fokos fa került oda be, azt mutatom és az is 12x12 cm-es keresztmetszettel, majd 4 méteres hozban, és erre ráállította a derékszelement, annak is a sarkát, ami az élszarufa terhét hordozza, tehát egy óriási terhelés fog rájutni, alakváltozások lesznek, és azt kell lássátok, hogy itt minden egyes fakötés az egy sima tompa ütköztetés, és egyetlen Szerkezetépítő csavar fogja ezeket össze, bármennyire is furcsa. Majdnem csak azt mondom, hogy ezt a tetőt a Lambéria tartja össze, amit ráütöttek. Úgyhogy ez így nagyon nem lesz jó. Arról már nem is beszélek, hogy ez a talpszelemen is görbe, nem egyenes, valahogy menet közben elmozdulhatott, és egyszerűen ezek az oszlopok nincsenek egyenes vonalban. Próbálom itt mutatni jelentős ív van a végében, és az oszlopok sem függőlegesek. Hát arról nem is beszélünk, hogy a keresztmetszet is elmarad a kívánatostól. A szomorú az, hogy készítettem egy leírást ezekről a hibákról, és a kivitelezőnek fogalma sincs, hogy ez miért probléma. Először azt ígérte, hogy jóvá teszi az által okozott kárt, azonban most úgy gondolja, hogy ez a tettő teljes mértékben kifogástalan. Hát emiatt én nagyon szomorú vagyok, és nagyon kíváncsi vagyok a folytatásra. Sziasztok, építkezzetek jól, és Isten áld a tisztes ipart!